elég a ketté hasítottságból.
Magyarország egyetlen esélye a modernizáció, de a hatalom nem engedi meg, nem segíti azt. Pedig történelmi pillanat van. Mégpedig, hogy a gazdasági válság után melyik ország lesz képes hamarabb a startvonalra állni és lehagyni fejlődésben a többieket. Ezzel kellene foglalkozni a hatalomnak, nem a hatalom öncélú megtartásával. Tisztelt képviselőtársaim! Az önök álmainak Magyarországában egy végletesen leszakított ország áll, és ez konzerválódik. A valóság Magyarországa meg akar küzdeni a békéért, az együttműködésért, és biztonságot akar. Köszönöm, hogy meghallgattak. Cséfalvai Zoltán államtitkár úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Megpróbáltam figyelmesen követni felszólalását, csak azt nem mondtam meg, hogy mire hasadt szét. Tehát folyamatosan hallom, hogy széthasadt az ország, ketté hasadt. Nem hallottam azt a választ, hogy mi ez a kettő, amire széthasadt volna. Említett különböző foglalkoztatási csoportokat, különfajta problémákat, de a széthasadás az valahogy nem derült ki ebből a beszédből. De ha jól értem, a hatalom és a talán az ország vagy a népre gondolta ezt a ketté választást, akkor hadd utaljak arra, amit nagyon sokszor említett kifejezés, szabadság. Én is úgy gondolom, szabadság az azt jelenti az államtól való függés csökkentése, és az egyén szabadságának növelése. Akkor kérdem én, hogy lehetett ebben az országban szabadság az elmúlt 8 évben, amikor 42-szer emeltek adót? 42-szer vettek el tőlünk adófizetőktől pénzt. Ezt nevezi szabadságnak? Mit nevezünk szabadságnak akkor, amikor az elmúlt 8 évben adósságba taszították az országot? Minden egyes magyar állampolgárra több millió forintnyi terhet raktak. Vagyis, ha úgy tetszik, éppen szolgaságba sújtották a magyarokat, és nem szabadságba. Mit beszélünk akkor szabadságról, amikor 2008-ban, amikor már teljesen nyilvánvaló volt, hogy az a gazdaságpolitika, amit önök folytattak, kudarcba vezetett, az Európai Unió és az IMF mentővére vitték az országot. Hol beszélünk erről szabadságról? Én úgy gondolom, ha szabadságról beszélünk, akkor a szabadság azt jelenti, hogy az egyén szabadságát növeljük az állammal szemben. Az állam nem vesz el tőlem pénzt. Minden egyes fillér, amit az állam önnél vagy bármelyikünknél hagy, azzal a fillérrel nő a szabadságunk. Akkor hadd utaljak arra. A 16%-os egykulcsos arányos adó pontosan erről szól. Minden egyes fillérrel nőtt az ön szabadsága. A vállalkozók szabadsága nőtt azzal, hogy a társasági adó 19-ről 10%-ra csökkentettük. Igen, ez egy jelentős szabadságnövelés. 10 darab adót töröltünk el, ezzel is nőtt a szabadságuk napról napra, és remélem élnek is ezzel a szabadsággal. Azzal, hogy levesszük várunkra azokat az adminisztrációs terheket, amik önök maguk rájuk raktak, mert nem bíztak a vállalkozókra, azzal nő a vállalkozások és a magyar gazdaság szabadsága. Azzal, hogy elindítjuk a munkahely teremtést, és a magyar gazdaságot növekedési pályára állítjuk, ezzel szintén a magyar állampolgárok és a magyar munkavállalók szabadsága növekszik. Tehát nem értem én, hogy mit kér állandóan számon szabadság terén. Ha összehasonlítjuk az elmúlt 8 évet és akár az egy évnek a teljesítményét szabadság terén, akkor szerintem egyértelműen látható, hogy amíg önök 42-szer emeltek adót, minden egyes negyed évre jutott egy darab adó emelés. Minden egyes negyed évben az emberek szabadságát korlátozták, addig a kormány első lépéseinek egyike volt az adók csökkentés, és ezen az úton fog tovább menni, éppen azért, hogy a magyar emberek szabadsága és a magyar vállalkozók és a magyar ország szabadsága nagyobb legyen. Arról nem is beszélve, hogy az elmúlt nyáron bekövetkezett változások következtében Magyarország gazdaságilag is szabaddá vált abban a tekintetben, hogy mi magunk, vagyis az országgyűlés és önök képviselők határozzák meg a gazdaságpolitikát, és nem külső elvárások. Úgyhogy a interpellációjára röviden és napirend előtti felszólalásra röviden visszatérve, nem nagyon értem, mit tekint ketté hasadt országnak. Én úgy látom, hogy olyan országban élünk, ahol a szabadság növekedett, és arra kérem a képviselő urakat és hölgyeket, hogy ezen az úton haladjunk tovább. Köszönöm a figyelmet. Szintén napirend előtti felszólalásra jelentkezett Lázár János frakcióvezető úr a Fidesz részéről, tisztaság és gyorsítás címmel. Parancsoljon!
Igen, tisztelt országgyűlés, tisztelt elnök úr! Az elmúlt esztendőben sokan csodálkoztak azon, hogy a magyar választópolgárok hogyan adhatnak egy politikai erőnek ilyen mértékű felhatalmazást, és a kedélyek még ma sem nyugszanak az ebből kiinduló vita miatt. Sokan nem értették meg, hogy a magyar választópolgárok elveszítették a közbizalmukat, elveszítették a bizalmukat a régi hatalmat és politikát gyakorlókban, aminek az egyik oka az, hogy akik korábban bizalmat kaptak, politikai lehetőséget kaptak és hatalmat gyakoroltak az országban 8 éven keresztül, büntethetetlenek voltak, nem lehetett őket elkapni. Kialakult az emberekben egy olyan érzés, hogy aki politikus, az szabadon lophat, csalhat, hazudhat, semmiféle következménye nincsen. Kialakult egy olyan érzés az emberekben 8 év szocialista kormányzás alatt, hogy akik fölül vannak, azok bármennyit lophatnak és bármit megtehetnek. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség azon képviselői, akik az Alkotmányügyi Bizottságban ülnek, néhány nappal ezelőtt benyújtottak egy törvényjavaslat csomagot, amely a közélet tisztasága és a büntetőeljárások gyorsítása céljából született meg. Ez a törvényjavaslat annak a próbája, hogy akik ma a parlamenti képviselők itt ülnek az országgyűlésben, politikusként merik-e a politikusokra vonatkozó büntetőeljárási, polgári pereseljárási és általában a különböző játékszabályokat megváltoztatni. Van-e a mai politikai elitben annyi bátorság, hogy szigorítsa a politikusokra vonatkozó büntető eljárásoknak a föltételeit? Vagy a mostani politikai elit, a mostani bizalmat gyakorlók, azok cinkosai az elmúlt 8 év hatalmat gyakorlóinak? Ez a tétje annak a törvényjavaslatnak, amelyet képviselő társaink javasolnak megfontolásra az országgyűlés számára. A közbizalom visszaállítása, a korrupció ellenes valódi küzdelem lesz a tétje ennek a küzdelemnek, amelyben mi mindenkire számítunk, aki parlamenti képviselő. Azt kérjük a parlamenti képviselőtársainktól, hogy tegyenek javaslatokat, mondják el a véleményüket, és vegyenek abban részt, hogy maguk a politikusok tegyenek rendet a közéletben, és szigorodjanak a politikusokra vonatkozó szabályok, és a nagy gazdasági bűncselekményekre vonatkozó szabályok, amelyek alapvetően voltak képesek a közbizalmat az elmúlt 8 esztendőben megrendíteni. A szocialista pártnak olyan büntető politikája érvényesült, amely lassú volt, enyhe volt és kivitelező volt. Olyan kivételeket tett, kivételező volt, amely a politikai osztályt mentesítette a felelősségre vonás alól. Akik a mi javaslatunkat támogatják, azok azt támogatják, hogy a kulcsárügy, a tocsikügy, a postabankügy ne ismétlődhessen meg, ne ússzák meg, és ne teljen 15 évbe, amíg az igazság közelébe juthatunk. Természetesen lesznek olyanok, akik Tocsik Márta mellé állnak, akik Prinz Gábor mellé állnak, és akik természetesen Kulcsár Attila kezét akarják még most is fogni. Ez a vízválasztó vonal. Képesek lesznek-e a politikusokra vonatkozó szabályokat szigorítani, és ezen büntető ügyekben képesek lesznek-e gyorsítani az eljárást. Mi nem szeretnénk mellé beszélni. Nekünk az a világos meggyőződésünk, az a tapasztalatunk, hogy Magyarországon vannak olyan bíróságok, amelyek lassúbbak, és vannak olyan bíróságok, amelyek gyorsabbak. Miért ne vihetnénk azon bíróságok elé a politikusok által elkövetett bűncselekményeket, amelyek gyorsabbak? Miért kellene szándékosan a lassú bíróságokra vinni a politikusok által elkövetett bűncselekményeket? Nekünk igen az a meggyőződésünk, hogy egy büntető eljárásban az első 24 órának igenis fontos szerepe van. A bizonyítékok megszüntetése, elrejtése, az egész büntető eljárás megakadályozására tett kísérletekkel volt tele az elmúlt 8 év büntető eljárás története, amikor politikusok vagy közéleti szereplők kerültek a közvetlen fókuszába az ügyeknek. Szeretném azt is elmondani, hogy igen, mi értjük azt, amit az ügyvédi kamara mond. De azért azzal legyünk tisztában, a védőügyvédek azért dolgoznak, hogy a politikus bűnözők megússzák. Mi meg azért kell, hogy dolgozzunk, hogy az emberek pénzét megvédjük. Ez a különbség kettőnk között. El kell dönteni, hogy a bűnözők oldalán álló pénzt kapó védőügyvédeket tetszenek támogatni, vagy pedig azon az oldalon állnak, ahol mi szeretnénk, hogyha az állam büntető igénye és az állam büntető politikája érvényesülne. Akik személyesen érintettek... Felhívnám a figyelmét mindazon képviselőtársaimnak, akit nem érint még ez a probléma, mi addig legyen szíves csöndbe lenni. Tisztelt képviselőtársaim! Mi megfontoltuk az észrevételeket, megfontoltuk a javaslatokat, és ennek jegyében terjesztettük be az országgyűlés számára
ezt a fajta büntetőeljárási és polgári perrendtartás módosítási javaslatunkat, és én azt szeretném kérni önöktől, hogy a közbizalom helyreállítása érdekében támogassák a javaslatot, és segítsenek abban, hogy a politikus bűnözőkre vonatkozó szabályok szigorodjanak, és aki politikusként visszaél a közbizalmával, az kiérdemelje méltó jutalmát, és végre az igazság győzedelmezkessen. Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés, a napi rendelőtti felszólások végére értünk. Felkérem Hegedűs Lórántné jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a további napirenden kívüli felszólalókat. Tisztelt Országgyűlés, a mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Novák Előd Jobbik, Ferenci Gábor Jobbik, Kepli Lajos Jobbik. A holnapi napon napirend előtti felszólalásra jelentkeztek a következő képviselők. Mile Lajos LMP, Varga László KDNP, Berta Szilvia Jobbik, Varga István Fidesz, Kis Péter MSZP. A holnapi napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Lenhard Balázs Jobbik, Osztolykán Ágnes LMP. Tisztelt Országgyűlés, Lázár János frakcióvezető úr arról tájékoztatott, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportja Rogán Antal képviselő urat megválasztotta a frakcióvezető helyettesnek. Engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében is sikeres munkát kívánjak frakcióvezető helyettes úrnak. Tisztelt Ház, tájékoztatom önöket arról, hogy Meggyes Tamás fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó magánvádas indítvány érkezett rágalmazás vétsége miatti ügyben az Esztergomi Városi Bíróságtól. Ezt megvizsgálásra kiadtam a mentelmi összeférhetetlenség és mandátumvizsgáló bizottságnak. Tisztelt Ház, felkérem Móring József Attila jegyző urat, ismertesse a tárgysorozatba vételt elutasító bizottsági döntéseket. A számvevőszék és költségvetési bizottság az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 127-es törvénynek a kereskedelmi szálláshelyadás versenyképessége érdekében szükséges módosításról szóló TPER 3412-es számon Kepli Lajos Jobbik képviselő által benyújtott előterjesztés, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 122-es törvény módosításáról szóló TPER 3460-as számon Kepli Lajos Jobbik képviselő által benyújtott előterjesztés tárgysorozatba vételét elutasította. Tisztelt Országgyűlés, soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, a vezérszónoki felszólalásokra elnöki jogkörben terjesztettem elő ajánlásomat. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak. Tisztelt Ház, ma kezdődő ülésünk már a rendkívüli időszak része. Tájékoztatom önöket, hogy a napirenden szereplő valamennyi indítványnál teljesültek a házszabály rendkívüli időszakra vonatkozó rendelkezései. Tisztelt Országgyűlés, a Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a ma kezdődő ülés napirendje egészüljön ki az egyes választási törvények módosításáról szóló TPER 3557-es számú törvényjavaslat általános vitájával, és az Országgyűlés döntsön a sürgős tárgyalásba vételről annak érdekében, hogy a mai napon erre sor kerülhessen. Megkérdezem, kívánja valaki a sürgősségi indítványt két percben indokolni? Amennyiben nem, felhívom a figyelmüket, hogy az indítvány elfogadásához a jelenlevő képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja a Fidesz indítványát, kérem szavazzanak. Tisztelt Ház, megállapítom, hogy a Ház 241 igen szavazattal, 82 nem ellenében tartózkodás nélkül az indítványt elfogadta. Bejelentem, hogy az előterjesztés általános vitájára a határozathozatalokat követő első napirendi pontként kerül sor. Rogán Antal, Koszorús László, Balla Mihály fideszes képviselők benyújtották az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló TPER 3589-es számú törvényjavaslatot. A Fidesz képviselőcsoportja kezdeményezte, hogy a ma kezdődő ülés napirendje egészüljön ki ezzel az előterjesztéssel. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége javaslatot elfogadta. Az előterjesztés tárgyalására holnap utolsó napirendi pontként kerül majd sor.
Tisztelt Országgyűlés! Most kormány előterjesztések sürgős tárgyalásba vételéről határozunk. A kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta az alapvető jogok biztosáról szóló TPR 3585-ös számú törvényjavaslatot.
képviselőjének úgy vétem, hogy ilyen nemzeti, az úgy félgé, hogy a nemzeti gazdaságra lehetőséget hozzá a feltősabb gazdaság, a legfontosabb gazdaságos megpolitikai foglalkoztatán politikai kérdések, a politika jelenlegésében óvart, egy jelesleg józó operáció szépen lehetősen, ők kontrolgésekére amely működben tépséges körül, amely gépmációs kérdésre ő negatív hatékványosban tudja el, és akkor olyan megint tudni elmenni, elősen egy üzenést, a negy üzeni kérdék sem, tehát a stratégiai sértés meg közös megoldására, és a funkcsában ábelandó munkába, mint a kormány is részt vett, a kormányás rész és az együttműködés biztosítéget együtt a kötelés biztosíték jelentik, és jelent kész, hogy a rocs, hogy a készen csúrtól, hogyan tapasztalósnak, illetve a kormány kockájában van, ez a kormány védelmeljában a tanulás és a életményai ellenállás. Tisztelt képviselőt! Magyarország képviselőjével Magyarország alkotásától kérlek bekezdve jó működő, hogy más is a munkát vesz unió tagsor szönyökről van tetszetben, unik most eddig ország vált, aztán utána sok pedig elveszél a felstartásban. Vesznek itt fent hirtem figyelmét arra, akkor eljöttne más figyelmi pár a betét, hogy tét társadalmi felé árnyeznek, utána az érzményi felnetezett meg határozásakör. És nincs olyan unikus vagy már nem, mint olyan az unikus vagy legstégzetődik, amely jelenleg előtt formában írna a malőjét, jelenlegi formában is írna előtt az érdekes vesztetépű részt képviselő. Kormányt nem csak az előadat, a kormánynak nem sikas a feladata, mert erőt így az ember azon is áll, hogy szélőre segítsen a hatékony erdősödése annak a nyugat-európában bevett a nyugat-európában probléma, mert saját alapelvet elkifunk a pénzhoz, hogy értéke úgy gondolunk a magyar polgárok és úgy joggal dolgálni a magyar polgár, mindenek fontos a veszélyeket, hogy itt mindenki a közszolgatatásnak ilyen a magyar polgár, akkor másképp, amikor a magyar veszélyt polgárszerű revetetési formájában és tervezeti formájában állítsa. A képviselő ura választ nem fogadta, a képviselő úti szabályozást nem fogadta, fogadja egyet, kérdezett Marjam Szevadának, hogy elfogadja, kérdezett szavazat. Ház 201, igen, szavazattal 281, itt nem szavazatba tartózkodás, hogy nyelvérül nem ennében a választkodás nyelvérül. A választ elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Országgyűlés! A jobbik képviselő Jenis Gézlács nyugdott képviselő értelforrásítő Sztújtházba nemzeti erőforrás miniszterhez. Tervezi a kormány a járványos tervezéje a kormányő járványok gyerekek becímlagás túlölőjének a ülvéktáció szrakó, amióta a közöndők már ott elhosszámpni kolénkó nem szinte jó át elszerve a képviseletét betnyi hegyi pribő esetére a kintmény át tervezője tovább át. Az 1993-ban A bizonyos a beteget végénye
kivégében egy szapincskepszó eredmény volt, és közfimelendő volt, hogy a társadalomség gyerek az 1906-ú nagy éves köréket töltött elfordult a kártasi tétvényekből. Betta 4000 pénzgyenyekből fogálgatina, hogy ezt így nagy nem kapták az meg a kovottak. Ez egy bársak emet, amely az alatt a kezdmény és kettő az amelyeklár, de akkor elterül sok tűzi, amely a halókások elkerül a lehető, így mi sütük le saját molnak arra, hogy jó két szapisali karakára hardoskoznak a Köszönöm a szót, amikor tisztelt köszönöm a képviselő osztály, és én tisztelt a szívó moszkúság rendelkezett, hogy a szúzásáig a